Köszöntöm a kedves nézőket! Elérkeztünk a 13. epizódunkhoz, és végre megtört az átok. Ugyanis kipróbáltam már minden módszert, meg hát kommentben is érkezett egy-kettő hozzászólás, hogy hát az AMD szar, az miért nem Intelt használok, és stb. Meg hát azok a hardverek, amik nekem vannak, nem is tudják rendesen futtatni a játékot. Amúgy elárulom, hogy de. Annyi volt a probléma, először részben beszámoltam nektek, ugyebár, hogy FPS dropokkal küzdök, és annyi sok minden egyéb mellett a legutolsó dolog, ami megszüntette végérvényesen a problémámat, az az volt, hogy a játékot leuninstaláltam a sima Winchesteremről, és felraktam az SSD-re, és az SSD-re felrakás után hiba nélkül fut a játék, úgyhogy megoldódott a probléma. Valószínű, hogy a Winchester, amire felraktam, az már ilyen régebbi, mert több van a gépemben, most nem emlékszem konkrétan, hogy az most melyik, meg hogy mikori, mert hát igen. De az SSD, az tudjuk, hogy az azért jó, mert baromi gyors, úgyhogy felraktam oda, és most már hiba nélkül megy a játék. Úgyhogy el is érkeztünk a 13. epizódunkhoz. És hát akkor lássunk is hozzá a mai napi missionhöz. Ugyebár megint az a cél, hogy túléljük a világ mindenséget is, és hát erre most kivételesen ezt a kikötőt választottam. Mert hát miért is ne, hát szeretek itt mászkálni. Utóbbi időben most váltogatom a helyszíneket, igazság szerintem úgy az egyik legjobb tanács, tök mindegy hova ugrasz, mert a lootot mindenütt lehet találni, viszont nagyban javítja a túlélési esélyeidet, ha nem épp mindig a legsűrűbb helyekre próbálsz menni. Persze, ezt egyből kitalálni, hogy mi az, ahova épp nem a legtöbb csapat nézi ki magának, ez kell némi szerencse is, ugye vár, de azért általában, mit tudom én, azért esetek többségében meg lehet oldani, meg hát mióta nem röcög a gépem, meg nincsenek ezek a droppok, azóta egy kicsit úgy még jobban is megy a játék. Persze még van hova fejlődnöm, szó se róla, de határozottan gyakrabban tudok killeket szerezni, és több kill tudok szerezni. Persze ez kell a megfelelő fegyver is, és hát a megfelelő távolság, meg hát ha minden paraméter megfelelő. Már is látható, hogy itt megtalálható körülöttünk egy enemy team. Próbálom velük felvenni a kontaktot. Igen, ennek egy kék shieldje volt, nekem meg nem volt shieldem. Hamar szorult helyzetbe is kerültünk, de szerencsére Fatfinder segít, hogyha baj van, és hát visszahozott minket a halálból, hála a jó istennek. Hát amúgy nem mindegyik társ ilyen szokott lenni. Most random playerekkel játszok. Van egy kisebb kis csapatom, akikkel néha együtt szoktam lógni. Ők jelenleg most dolgoznak, én meg szabis vagyok, úgyhogy most ennek az eredménye látható. Úgyhogy most mindenféle jött-ment-el tevékenykedek itt lenne a későbbiekben, majd azt tervezem, hogy a fiúkkal együtt nyomulunk, próbálunk meg együtt haladni a játékban. Legalábbis nagyon errefelé tendálunk. És hát már nézegetjük az elsőt is, de hát ahhoz még azért nagyon-nagyon sokat kell fejlődnünk. Hát pont múltkorában néztem meg, hogy milyen kupák vannak, és hát már egy lefutott mesnek az ágrajzánon tekingettem, hogy milyen eredményeket küldtek be a játékosok, hát és volt olyan csapat, ami 25 killel kikapott. Úgyhogy nem tudom, hogy mégis mennyire kell OP-nak lenni ahhoz, hogy ott ténylegesen te legyél a végén a istentelen császár. Meg hát azért azon mondja, de szerintem, nem tudom, valamilyen szintén szerencse is, még ugyanúgy fenntartom ezt az állításom, hogy azért tény is való, hogy az ember, itt egy enemy, az ez szép volt, de hát ez kevés, na most már egy kicsit jó volt, itt egy gránát, jó, most megint kapott ennél, most ezen basi, na jó, most meghalt, jó van. Elintéztük, hát megszereztük talán azt hiszem az első killemet, legalábbis ebben a körben, igen, valóban, ez az én killem volt, tegnap is volt egész pár jó köröm, de igazság szerint ezeket a felvételeket nem rakom fel, mert nekem volt egy killem, míg mellettem a csapattársamnak 16, és én végig csak mögötte rohantam, mert egyszerűen olyan tempó diktált, hogy nem volt esélyem más csinálni, csak hogy egyszerűen, hogy utolérjem. Nem tudom, hogy ezek a playerek, ezek most mi az Isten szednek, vagy mi van ezekkel, én emberrel nem találkozok annyit, amit ezek megölnek. Pedig ott rohantam mögötte, de nem találkoztam annyi emberrel. Meg hát nem mindig mögötte rohantam, de akkor se találkoztam annyi emberrel, nem tudom, hogy csinálják. Van náluk valami mágnes, ami így vonza az enemiket, vagy mi a túró? Na mindegy is. Most találtunk, és hát jelöltek nekünk, itt pingeltek egy level 2-es backpacket, úgyhogy most már fogunk tudni, mit rakni hova.
Viszont hát egyelőre ez a Devotion, ez nekem annyira nem fekszik, legalábbis még egy kicsit tuningolni kéne rajta, meg hát van egy Eva 8-am, de hát mint tudjuk azért a shotikból nem épp az a legjobb. Egynek elmegy még itt az elején, de hát a vége felé már lehet nem ezzel kéne nyomulni. A submachine gunokat kéne előnybe részesíteni, meg a Probler is én nagyon szoktam szeretni, csak baromi ritka, amikor megtalálok mindent hozzá, és át tudom állítani automódba, hogy fossa magából a golyót, akkor egy király fegyver nagyon, viszont hát el is kell odáig jutni, hogy az király legyen. Na de! Ó, már is itt az enemy, tudtam én, hogy ez az oktán gyerek még itt szórakozik valakivel. Amit a mi oktánunk, ez meg egy másik oktán volt, a képekből láthatóan. Hát most lényegében annyit csináltam, hogy nyomtam rá egy kis damage-et, de hát többiek fejezték be. Amúgy nem kell nekünk mindig olyan nagyon skillesnek lenni, néha rábízhatjuk a többiekre is, meg hát ez mondjuk épp a adott szituációtól függ, most így jött ki a lépés. Na de, kérem szépen, hölgyeim és uraim, még 7 csapat van életben. Úgyhogy fogyatkozunk elég szépen rendesen, hát jó lifeline-hoz híven a ultimate gyorsítót, ezt mindig használnunk kell, hogy minél hamarabb lejöjjön a drop, és akkor így ezáltal tudjuk biztosítani a csapatunk számára a level 3-as shieldeket, Nagron shieldeket, meg hát egyéb ilyen kiegészítőket. Hát mindig van valami level 3-as cucc benne, én tapasztalataim szerint. Hát azt most felvettem, nem tudom minek, shotgun amúgy könyörögnek tőlem, de akkor meg nekem nem lesz, úgyhogy abból most nem tudok adni. Ha energiamód követelt volna, abból kapott volna, de hát most így jár. Na de, mit tartok? Hát ez most nem kell, jó, lett egy level 2-es shieldünk, ez is több a semminél, mert hát az egyik csapattársunk az lenyúlt előlünk a level 3-asat. De hát ez így szokott lenni, nincs ezzel semmi baj. Lehet, hogy ő nagyobb hasznát fogja venni, mint később ebben mi. Na de. Mit évő is legyek? Ja igen, beszélgettem nektek erről az elsőről, hát majd fel fogunk oda nézni, de tisztában vagyok a képességeinkkel, még nagyon-nagyon hosszú út áll előttünk, úgyhogy mondjuk úgy, inkább ilyen, ha lesznek hazai versenyek előbb-utóbb, már pedig én bízom benne, mivel van olyan népszerű ez a játék, hogy legyenek benne akár ide-haza is versenyek. Valamilyen formában mondjuk ennek még az IE részéről is kéne valamilyen olyan dolgot tennie, ami lehetővé teszi az, hogy ja, mondjuk úgy, hogy komolyabb versenyek legyenek, nem ez, hogy most beküldöl egy statot, hogy most épp felmentél, és akkor azoknak a adatait így összegzik, és akkor úgy lépsz tovább a ranglétrán. Igazság szerint én ezt annyira nem tartom jó, de mivel nincsenek ranked szerverek, nem igazán lehet más tenni jelenleg. Meg hát, még ki tudja, hogy ezeknek mi jár a fejébe. Az EA, hát mondjuk úgy, hogy az EA-vel én nem nagyon vagyok jóban. Régebben tudjátok, hogy a Battlefield-nek voltam ilyen kommentátora, sokat Battlefield-eztem, nagyon sokat. Utána áttértem a egyéb játékokra, inkább Overwatch. Hát a Battlefield-et én a Battlefield 4-el abba hagytam, igen. Annattól kezdve nekem az a széria, az bármit tehetnek vele, az csak egy csalódás. Mert mindig ugyanaz a Frostbite 3-as engine, csak ASCII-nelve meg tuningolva, hogy minél baszóbb legyen a grafika, de attól még ugyanolyan túró. Hát ez az én szubjektív véleményem, el lehet ezért ítélni, de hát mondjuk úgy, hogy egy pár év tapasztalata áll mögöttem, én ezért mondom ezt a részemről, mert már láttam a játékból ezt, a filmet is rendeztem belőle, úgyhogy ismertem annyira, hogy tudjam, hogy milyen szisztéma mentén gondolkodik az EA, sajnos. Az persze egy kellemes meglepetés volt, hogy utána előálltak az Apex-el, amit a Respine Entertainment csinált ugyanazok, akik a COD 4-et. De mondjuk a Titanfall az meg nem volt annyira jó, azt hozzáteszem. Azzal is játszottam, de meg állítólag ez a Titanfall univerzumába játszódik, de igazság szerint, hát hogy is mondjam. Hát erre már később ugye be meg akarják bolondítani, de egyelőre jó van ez így, ahogy van. Valamilyen ranked módot rakjanak bele, meg valahogy, hogy lehessen versenyeket csinálni belőle, és akkor onnantól kezdve nem kell hozzányúlni ez a játékhoz, csak néha még skineket belepakolni, vagy pályákat, és 10 évre megvan minden. A tuzi biznisz a világon, alig kell vele melózni, csak hát lépjék meg ezeket a lépéseket, és akkor mi leszünk a legboldogabb emberek a világon. És már csak 6 csapat van életben. Ja, szoktam így hülyéskedni. Látjátok, ilyen kis mókás, ahogy így megy. De ugyanezt meg lehet úgy is csinálni, már láttam olyat, hogy valaki, mikor knokkos volt, úgy csinált valamilyen nagyon trükkös mozgásot, begyorsult a knokkos állapotba úgy, mint az állat. Na jó, azért annyira nem durván, de azért kb. Alig bírtam utolérni, úgyhogy én rendesen ott mászkáltam.
És nem hiszem, hogy speedhackes volt, mert megöltem, szóval... Akkor meg, na szó, olyan furcsa, valami bugot használt ott is az a gyerek. Vagy a fene tudja, mi volt az. De néha találkozok én is ilyen anomáliákkal, legalábbis amire én azt hiszem, hogy anomália, aztán kiderül, hogy vannak valami trükkök a játékban, amivel ezt meg lehet csinálni. No. Úgy nézem, hogy a srácok nagyon be akarnak hatolni a bunker területére. Hát jó, legyen, én igazság szerint émelyegni szoktam ennek a helynek a látványától, mert ez a bunker, ez egy ilyen nem épp a leg, hogy is mondjam, biztonságosabb, legjobb hely, meg itt általában mindig tenyésznek az enemik, nem tudom, mit esznek ezen a helyen, mert rögtön, ahogy elindul a kör, három csapat leugrik ide, hát most pont nincs kilútolva, kellett nekem megszólalni, de általában ezt mindig kilútolják, mert nem tudom, ez egy mániája egy-két embernek. Peckhamre most semmi enemi nincs itt, hanem a lootokat itt hagyták, úgyhogy most mi vettük fel a nagy részét. Igazság szerint, hát most megmaradok a Shoti mellett, csak ezt lecserépettem az Eva 8-at egy Peacekeeperre, meg a energiamót veszegettem föl, még egy Turbo Charger lenne jó, és akkor talán már úgy el tudnánk létezni. Pingelem ezeket a cuccokat, igazság szerint sem nekem nincs rá szükségem, meg szerintem a többieknek már ez mind megvan. De hát a fene tudja, hát ez még később jó lesz valamire. Bajt nem okoz éppenséggel. Valami jó cuccot kéne még találni. Mondjuk egy ilyen level 3-as optiknak tudnék örülni. Nem, ja, mondjuk egy level 2-es már van. Meg hallok itt valami neszeket, ott szerintem, mert a bunkerban mögöttünk jöttek. Legalábbis valamit hallottam, hát most átcserélem a izéket, mert a Peacekeeper azért annyira nem kell ilyen brutál optik, viszont a Devotionre meg ajánlott. Minél jobbat felrakni. Na jó van. Úgy néz ki, hogy még béke van, úgyhogy menjünk tovább, azt nézzük meg, mi van itt a házakba. Skullpiercer. Kell azért nekem? Az a baj, ez a lila izékről egy csomószor nem fogom fel, hogy melyik fegyverhez való, azt mindig oda megyek megnézni. Aztán amikor oda megyek, látom, hogy nem ehhez való. Na nézzük. Ja igen, Wingman meg Longbow, jó. Hát akkor ez nekünk nem kell, viszont ott volt energiamó. Meg valami mocorgást hallottam új fent. És még mindig 6 csapat van életben, és nem nagyon akarnak fogyni. Belejött a drop. Phoenix kit. Mindig amúgy így pingálni szoktam, hogy akkor egy kicsit visszafordulnak, azt látják, hogy hívom a dropot, akkor ilyenkor mindig jönnek és csemegéznek belőle. Na ott van az enemia, hát baromi messze vannak, úgyhogy én még egyelőre azokkal nem vagyok hajlandó foglalkozni. Level 3-as backpack, gratulálok. Így még több cuccot tudok magamnak elrakni, viszont már van annyi mindenem, hogy ez már bőven elég kéne, hogy legyen. És látjátok, folyamatosan amúgy haladunk a játékba, meg látjuk, hogy ott az enemi. De igazság szerint, hát most ebből a távolságból lövöldözhetném, értem, mert nem lenne, csak elpazarolnám a lőszert. Most próbálunk közelebb jutni, ahol viszont itt valamit, mint hogyha hallanék. A Pathfinder gyerek az nem tudom, valamit nagyon elkezdett pingelni. Hát mondtam én nektek amúgy, hogy a pocorgás volt, hát most el is intézték szerencsétlen. És lehívta egy enemy lifeline a dropot. Vagy valami ilyesmi. De nézzük meg, mi lesz itt. Hát dobunk arra egy pár gránátot, bár igazság szerint ennek nem vagyok nagyon a híve. Meg nem is vagyok olyan jó benne. Majd meglátjuk. Ó, és ott van még egy úriember. Hát ez a baj, ez a távolság még se neki sem, nekem nem a legjobb. Ó, viszont ott a lifeline, az most... Ó, és ott hagyta a Turbo Charger-t, kösz szépen. Jó. Akkor most már van Turbo Charger-ünk is. Pathfindernek szépen felveszük a cumóját, aztán... Ó, jó, elkaptuk a gyereket, jó van. És valaki még itt lövöldöz mögöttünk, de hát igazság szerint, hogy lövöldözön, bezártam az ajtót, mire ide ér, addigra meg már édes mindegy, mert mi már hét határon túl leszünk, véleményem szerint. Kiszedjük a jó cuccokat, és irány kelet, észak-kelet. Na, ugye nagyját kihámoztuk, lőszer van bőven. Jó van, élesszük fel a kedves társunkat, és még időben is jó lenne, mert van 2 percünk, hogy ezt megtegyük, és nem olyan messze tőlünk. Pontosabban 180 méterre megtalálható egy ilyen respawn pont, úgyhogy
útba is vesszük szépen, azt remények szerint még nem futunk bele valamelyik squadba. Négy csapat van már csak csupán életben, és hát jó, már csak három. Hú, fogy a nép, fogy a nép. És többé-kevésbé mi még jó vagyunk. Szeretem az ilyen meccseket, de folyamatosan mozgásban vagyunk, nem találkozok annyi emberrel. Hogy a francba tudnak egyesek 15-20 embert megölni? Nem követnek minket, Oktán lehívta a csávókát, jó, hát mondjuk Sotit fog magának találni, de hát talán, ha nagyon jól útot talál, út közben valamire csak használható lesz, más nem golyófogónak, és hát mennünk kéne tovább. Oktán már megint elhúzott tőlünk. Igazság szerint a végjáték felé azért már szoktam szeretni, a nagyjából egy grupba vagyunk. Mondom is neki, hogy ne menjen már annyira előre, mert nem biztos, hogy az annyira megfelelő, mert nem vagyunk ott mögötte, hogy támogassuk. Ő meg beleszalad nagy hével a csatába, aztán utána csodálkozik, ha megpusztul. Hát igazság szerint van gránátok, ha igálódnak itt, de azt sem tudom, hogy kidobja. Meg enem is se látok, úgyhogy még várunk egy picit. Félnivalóm sincs még egyelőre. Mögöttünk se jönnek. Jó, van a Pathfinder gyerek, az még lootol. Felment a hajóra, igazság szerint ott szerintem semmit nem fog már találni. Ó, és ott már nagyon megy a csata. Jó van. Egy gyerek már knokkos. Még valakit nagyon küzd. Szerintem... Oh, na, kicsit megpiszkáltuk, Oktán gyereket leszették szépen. A franc volt az a fény. Ó, és ott megint csatáznak. Ó, itt meg egy ulti csattan itt a fejünkön, úgyhogy szépen én kicsit odébb mászok. Hát, úgy nem hajt engem semmi előre nagyon. Oktán gyerek visszahozta magát, úgyhogy valószínűleg neki volt valami legendari cucca, gondolom az a helmet. Vagy shield, vagy mit tudom, mivel lehet? Ja, nem, Knockdown shield, azzal tudod magad visszahozni egyszer. Jó. Már csak két csapat van életben, kérem szépen, hölgyeim és uraim, és ott van valaki. Hát ez a távolság még mindig nem megfelelő a devotionnek. Hát át kéne váltanom Peacekeeperre, mert hát, hogy az hatásosabb lesz. Ó, itt van valami mozorgás. Ó, itt egy lifeline. Áj, lövés. Jaj, hölgyeim és uraim. Sikerült megint a lehetetlen. Ó, mi lettünk az utolsó team. Micsoda küzdelem volt. Remélem tetszett nektek ez a rövidke kis epizód, amivel szolgáltam nektek. Találkozunk hamarosan egy újabb epizódba. Sziasztok!